2018. december 6-án sajtótájékoztatót követően útjára indult a Mikulás hév a H5-ös hévvonalon. Az 1943 és 56 között gyártott járműveken állapotjavító karbantartást végeztek. A járműállományban megmaradt egyedi járművekre 800 méter hosszúságú, 8000 LED-ből álló fényfüzér került. A mai nap ez egy kedvesség az utasok számára, és a gyerekek számára, hogy ezen a fényhív vagy szerelvényen tudnak utazni, de azt lehet mondani, hogy a vasútársaság életében is, és a hív életében is az első az utas. Reményeink szerint olyan programokkal és olyan hozzáállással készülünk a jövőben, hogy az utazási élményt és az utazást gördülékenyebbé és jobbá tudjuk tenni. A közlekedési múzeum általában abban a helyzetben van, hogy nagyon sok régi járműre vigyázunk, de nagyon ritkán van abban a szerencsében részünk, hogy láthatjuk őket mozogni is. Szeptember második felében fogalmazódott meg az ötlet, és nagyon büszke vagyok arra, hogy eddig sikerült eljutnunk. Utasaink szemébe látva ezt a sok mosolygást, a gyerekeknek azt az örömét, ami a Mikulás megjelenésével együtt jár, úgy értékelem, hogy ez egy kifejezetten jól sikerült program lett. A járműveink is megkapták azt a kis állapotjavító felújítást, amivel méltó helyét tudják betölteni a nosztalgia feladatoknak. Vonat indulásakor egyetlen egy dolgot sajnáltal tapasztaltam, hogy túl sokan érkeztek meg úgy, hogy nem elővételben szerették volna megvenni a jegyet, és így már nem fértek fel a vonatra. Van még egy meghirdetett időpontunk december 11-e, de hogyha azt a visszajelzést kapjuk utasainktól, hogy ennél nagyobb igényre van szükség, akkor további napokban is a vállalat forgalomba állítaná ezt a nosztalgia vonatot, mint Mikulás hév.